Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják, január 22-e Vince és Artúr névnapja van. A mai a magyar kultúra napja. 125 éve meghalt Ybl Miklós építész, most pedig következzenek a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. Ma van a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a himnuszt. Elfogadta a szerb kormány a Vajdasági Magyar Szövetség rendőrségi törvényre beadott módosítási indítványát. Az újvidéki razzia áldozataira emlékeztek ma. Ma Vince napja van, ez az év első boros ünnepe. Január 22-ét 1989 óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. A napokban Óbecse község területén több alkalommal is megemlékeztek erről az évfordulóról. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezen? Szerdán este az Óbecsei Petőfi Sándor magyar kultúrkörben egy Szerda László által megzenésített versekből összeállított műsorral ünnepeltek. A dalokat Óbecsei és Topolyai népzenészek adták elő, Péter Lea pedig szavalt. Az a legszebb benne talán, hogy mindegyik versre specifikus zenét írt, tehát a szöveg ritmusa az annyira természetes, zenével is elmondva, mint hogyha valaki szavalná, és nem esik bele abba a hibába, amiben egyébként úgy gondolom én, hogy sokan beleesnek, hogy a szöveget rendelik alá a zenének, hanem ő a szövegre írja rá a zenét, és ebből nagyon-nagyon érdekes ritmusok születnek. Szerda László, Petőfi Sándor és Nagy László verseit zenésítette meg. Külön gondot fordított arra, hogy ezek a dalok hozzájuk illő előadók tolmácsolásában csendüljenek fel. Felvételezésnél segítettem nekik. Nekik megvolt a nagy szabadságuk, tehát a saját elképzelésüket, a saját hangjukat hozzáadták. A premiért a közönség vastapssal jutalmazta. Több tízezren szavalták közösen a himnuszt és a nemzeti dalt pénteken a Magyar Kultúra napján. Az Együtt Szaval a Nemzet kezdeményezés magyarországi központja idén Szarvas volt, de interneten keresztül Romániából, Szlovákiából, Szerbiából és Horvátországból is csatlakoztak a rendezvényhez. Már korán reggel versmondással kezdődött a nap Szarvason. Több mint 400 diák együtt szavalta el Petőfi Sándor nemzeti dalát. Mi itt a Kárpát-medence mértani közepében élünk, és számunkra nagyon fontos, hogy a határon túliak is, és valljuk azt, hogy hozzánk tartoznak. Nekünk ezt a magyar kultúrát meg kell élnünk. Minden nap, mert a miénk. Moson-Magyaróváron az Újhely Imre általános iskola felső tagozatos diákjai az internet segítségével több tízezer kárpát-medencei társukkal közösen szavaltak. Makón pedig a himnusz első versszakával készültek az általános iskolások. A több mint 100 fős kórus napokig gyakorolt az előadásra. Számomra azt jelentette, hogy a hangok és az érzelmek itt így egyesülhetnek, és így ez így olyan jó érzés volt, hogy így együtt tudtunk énekelni. A pedagógusok azt mondják, fontos, hogy a gyerekek már fiatalkoruktól részeseivé váljanak a nemzeti összetartozást erősítő kezdeményezésnek. Nagyon komplex dolog a kultúra, hiszen mindannyiunk magyarsága szempontjából fontos. Ezekkel a rendezvényekkel, ezekkel a közös órákkal, készülésekkel tudjuk az ő közösséghez tartozásukat és magyarságtudatukat erősíteni. Lentiben a himnusz eredeti kéziratát állították ki. A dokumentumot a Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be. Évközben az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik.
könyvtárvezetése és tulajdonképpen egy civil kezdeményezésre még tavaly határozta el, hogy minden egyes alkalommal a elkövetkezendő években egy-egy városban bemutatja, a nagyközönség számára is megtekinthetővé teszi ezt a dokumentumot, amihez természetesen meg kellett szereznünk a Kölcsey család leszármazottainak a hozzájárulását. A Magyar Kultúra Napján csaknem 25 országban tartanak ma rendezvényeket. Rendhagyó irodalomórával ünnepelték Budapesten a Magyar Kultúra Napját. A Magyarság házában Kulin Ferenc irodalomtörténész tartott előadást, Kölcsey titka a Himnusz kultusza címmel. Kölcsey egy olyan művet alkotott, amit a vallási vitáktól hangos magyarság minden tagja sajátjának érezhetett, és ami azóta is összetartozásunkat jelképezi, véli Kulin Ferenc irodalomtörténész. Nem volt olyan, még egyszer így mondom, szöveg, amit ha meghal egy katolikus és meghal egy protestáns, ugyanúgy rezonál rá, ugyanúgy érez. Amikor Kölcsey himnusza elkezdett kéziratokban terjedni, akkor született meg ez az érzelmi alap. A himnusz rímes és időmértékes vers és egyben, ráadásul a magyar népdalok a kanásztáncok ritmusára épül, műfaját tekintve sokkal inkább ima, mint himnikus ének. Előadót régi jó ismerősünket üdvözölhetem, úgyhogy elég régen ismerjük egymást. Még a himnuszról előadást szájából nem hallottam, úgyhogy nagyon is érdekes volt. Sok új dolgot mondott meg, megmutatta azokat a perspektívákat is, amiket a himnusz alapvetően egyszerű ember számára nem jelent semmit, de az, hogy eljutottunk a himnusz szavaiból a magyarság eredetén át, a reformakor és a katolicizmus ellentétén át a perspektívikus jövő megképvíziójáig, az egy eléggé új megközelítés a himnusznak. Az előadáson bárki díjmentesen részt vehetett, a magyarság házában minden generáció képviseltette magát. Elfogadta a szerb kormány a Vajdasági Magyar Szövetség rendőrségi törvényre beadott módosítás indítványát, amely a részarányos foglalkoztatásra és a kettős állampolgárságra vonatkozik. Kovács Elvira, a párt köztársasági parlamenti képviselője a Pannon RTV-nek elmondta, precedens értékű ez a módosítás. A téli szünet után hétfőn kezdte meg munkáját a köztársasági parlament. Azonnal sokakat érintő fontos törvényjavaslatok kerültek a napirendre. Ilyen a rendőrségről szóló törvény, amelyre a Vajdasági Magyar Szövetség is nyújtott be módosítási javaslatot, és ezt a kormány el is fogadta. A jövőben eszerint a belügyben is még kézzelfoghatóbb lesz a részarányos foglalkoztatás elve. Rendőrségben való munkába állításkor figyelembe kell venni a lakosság összetételét, a nemzeti kisebbségekhez tartozók számát, arányát, és hogy ennek meg kell felelnie a teljes egyenjogúság megvalósítása érdekében. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, és rendkívül fontos, hogy ilyen precízen, ilyen részletesen benne van a törvényszövegben. Mivel a parlamenti bizottság is elfogadta ezt a módosítási javaslatot, erről már nem kell külön szavazni a jövő héten, hiszen szerves részét képezi a törvényjavaslatnak. Ugyanez a módosítási javaslat tartalmaz egy kettős állampolgárságra vonatkozó részt is, amely szerint a kizárólagos szerb állampolgárság a jövőben nem lesz feltétele annak, hogy valakit felvegyenek a belügyminisztériumba. Az indoklás szerint, ha az államfő, a kormányfő, a bankkormányzó vagy bármely képviselő lehet kettős állampolgár, akkor a rendőrökre is hasonló szabályozás vonatkozhat. A gyermekes családok és a kismamák számára is készül egy törvény. A tervezet rendezni és megkönnyíteni a gyermekes családok helyzetét, például a mezőgazdasági vállalkozásból, bejegyzett gazdaságból élő anyukák is kaphatnának pénzt. Nagyon fontos témaköröket érint, elsősorban a kismamák jogait, tehát a szülési szabadságon levő anyuka pénzügyi juttatásait, és valójában kik azok, akik erre jogosultak. Ugyanis eddig csak azok kaphattak juttatásokat, akik munkában voltak, tehát a munkaadónál munkavállalók voltak, illetve esetleg vállalkozók, tehát a vállalkozás a saját nevükön volt. Most kibővül ezeknek a köre.
Kovács Elvira kiemelte, hogy azok a kismamák, akiknek korábban be kellett fizetniük a szolidáris adót, mert a nekik járó juttatásokat késve egy összegben kapták meg, és azok így meghaladták a 60 vagy 100 ezer dinárt, most a lakóhelyük szerinti adóhivatalnál visszaigényelhetik a befizetett összeget. Egyszerűbb és olcsóbb lett Szerbiában a törvénytelenül felépített objektumok legalizációja. Az elkezdett folyamat befejezésére az illetékes szervek szólítják fel a háztulajdonosokat azokra az épületekre, amelyek törvényesítését el sem kezdték, pedig bontási végzést adnak ki. Közel 1,5 millió építményt kell legalizálni Szerbiában. A házuk bontási végzésére várnak a belgrádi lakosok. Amint ezt megkapják, automatikusan megkezdődik az épületek törvényesítési eljárása. Azt mondják, az új törvénynek köszönhetően jóval egyszerűbben tudják legalizálni az engedély nélkül épített objektumaikat. A törvényesítéshez rendezetnek kell lennie az ingatlan tulajdonjogi viszonyainak. Földmérői vizsgálat kell, hogy készüljön róla, szükség van egy egyszerűsített tervrajzra, és be kell fizetni a megfelelő illetékeket is. U zavisnosti od kvadratura oni se kreću od 5000 za objekte do stambene objekte do 100 kvadrata, 15000 od 100 do 200, to je taksa i tako dalje. I za komercijalne objekte i na objekte namjene tržištu isto u zavisnosti od kvadrature ide od par stotina hiljada, ali to su, napominjem, samo objekti koji su recimo višeporodični objekti. Szerbiában majdnem 1,5 millióan nem legalizálták a tulajdonukban lévő épületeket. Pedig az állam 2003 óta több alkalommal is egyszerűsített az eljáráson és csökkentette a költségeket. Sokan elkezdték a törvényesítési folyamatot, de különböző okokból kifolyólag eddig nem tudták befejezni. Svi ti koji imaju već otvoren predmet ne moraju ništa sad da podnose prijavu. Međutim, uvijek imate grupu ljudi ili investitora ili vlasnika stanova, objekata, bilo čega, pomoćnih, koji nisu nikad prijavili legalizaciju. Njima sada po ovom zakonu praktično država Republika Srbija je preuzela postupak od utvrđivanja nezakonitih objekata. Znači, ne postoji rok da se oni prijave u službi sekretarijatu za građevinarstvo. Ezek a tulajdonosok a felügyelőségtől kapnak egy végzést az objektum ledöntéséről. Ezzel tudják elindítani a törvényesítés folyamatát. Tehát nem kell megijedniük azoknak, akik ilyen dokumentumot kapnak, mert ez az első lépés a legalizáció felé. Az újvidéki razzia áldozataira emlékeztek ma. A jelenlévők a Dunaparton álló család nevet viselő emlékműnél rótták le kegyeletüket. Szerb történészek szerint 1942. januárjában 3808 embert végeztek ki a magyar katonák és csendőrök. A magyar történészek álláspontja az, hogy az eseményeknek 3340 áldozata volt. A razzia során kivégzettek többsége ártatlan volt. Az 1942-es razzia áldozatainak állított emlékműnél, a Dunaparton álló család nevet viselő szoborcsoportnál mondott beszédet Milos Vucevic. Újvidék polgármestere kiemelte, egész generációk pusztultak el. Strašni januarski dani naučili su nas da jedino zajedno, jedino složno i jedino u miru možemo biti brana svakom pokušu zločina i zla. Naše dostojanstvo sećanje nikada neće priznati osvetu i netrpeljivost prema drugačijem. Magyarország felelősségre vonta az elkövetőket. A fő felelősöket a tárgyalás során halálra ítélték, akik szabadlábon védekeztek az ítélet kimondása előtt Németországba menekültek. A fő felelősöket a háború után kiadták a Titóféle Jugoszláviának, ahol népbírósági ítélettel háborús bűnösökként kivégezték őket. Az újvidéki megemlékezésen a szerbiai zsidó hitközösség nevében Iszák Áziel szerbiai főrabbi szólt az egybegyűltekhez. Az egyházi vezető az 1942-es eseményeket idézte fel. Január 42. Dunav je zaleđen, rupa u ledu, ljudi čekaju u redu da živi u pakao siđu.
A megemlékezés végén koszorút helyeztek el a szobor csoportnál. A tartományi parlament nevében Pásztor István házelnök helyezte el a kegyelet virágait, míg Magyarországot Szerencsés János, szabadkai vezető konzul képviselte. A Microsoft International is támogatja Szerbia Európai Uniós csatlakozását, hangzott el ma Davosban, ahol Alexander Vučić Jean-Philippe Courtois-val a cég elnökével tárgyalt. A szerb miniszterelnök görög kollégával Alexis Tsiprasszal is találkozott. Fő témájuk a migráns válság kezelése volt. Alexis Tsiprasz görög és Alexander Vučić szerb miniszterelnök tárgyalása a világgazdasági fórumon Davosban. Nem kérdés, hogy a téma a migránsválság. A szerb kormányfő szerint Szerbia 5000 migráns tud egyszerre befogadni, a többi meghaladja az ország gazdasági lehetőségeit. Danas sam razgovarao sa premijerom Ciprasom. On ima svoje ideje, ima svoje načine za rešavanje te krize i jedino moguće ih vidi na takav način. Da li će to Turska da prihvati, da li je to moguće, to ostaje da se vidi. Nisam preveliki optimista, on će doći u Srbiju i razgovaraćemo uskoro kao Srbija i Grčka po tom pitanju, ali ako smijem to da kažem, po tom pitanju sam pomalo zabrinut. A szerb miniszterelnök a Microsoft elnökével is tárgyalt. Elmondta, Szerbia felismerte annak a lehetőségét, hogy a gazdaságot úgy is lehet fejleszteni, ha az információ technológiába fektet be a kormány. A szerbiai Microsoft terve, hogy az IT oktatás erősítésére különít el eszközöket. Sa njima smo također razgovarali o tome kako da na najbolji način u IT sektoru napravimo startup kredite, startup podršku, da nam se ne bi ponavljalo stalno isto pitanje gde ljudi čekaju da poštar valjda zazvoni na vrate i da kaže evo dobili ste posao. Prosto da se mi borimo za privatni biznis, za razvoj privatnog sektora. Vučić davosi útja a norvég külügyminiszterrel folytatott tárgyalással zárult, akit arra kért, hogy Norvégia meghatározott alapokon keresztül segítse a szerb vállalkozói kedv erősödését. Ismét tárgyalóasztalhoz ült a szociáldemokrata, a liberális demokrata és a demokrata párt, hogy megbeszéljék, milyen módon induljanak a választásokon. Kedden a DP székházában már tartottak egy találkozót, amelyen 19 ellenzéki párt és két szakszervezet képviselői tárgyaltak arról, hogy esetleg együtt indulhatnának a szerbiai voksoláson. Az SDP, az LDP és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga úgy vélte, azon a találkozón nem született végleges megállapodás a közös fellépésről, ezért kérték a tárgyalás folytatását. Boris Tadicsa, a szociáldemokrata párt elnöke a találkozó után kijelentette, hogy az ellenzéki pártok számára az a legfontosabb, hogy helyet kapjanak a médiában és ismertessék az elképzeléseiket és terveiket. Mind a három politikai tömörülés egyetért abban, hogy az együttműködés nem kérdéses, emelte ki Csodamir Jovanović, a liberálisok elnöke. Dogovorili smo se da se zajednički suprotstavimo bilo kakvu kršenju demokratskih procedura u izbornoj kampanji, da se zajedno borimo za slobodu medija, jer bez prava da u medijima nastupamo i obrazlažemo svoju politiku, govorimo o štetnosti politike vladajuće koalicije, ne možemo govoriti o demokratskim izborima. Zajednička kontrola izbora i ja se nadam da ćemo biti u prilici da govorimo o zajedničkom programu. Do zajedničkog programa i do odgovora na pitanje da li će ga biti ili ne, doći ćemo tako što ćemo vidjeti u kojoj meri je realna jedna lista, šta su prednosti, šta su nedostaci te liste. Némileg csökkent Siden a migránsok száma, több ezer helyett ma délelőtt mintegy 600 bevándorló volt a délnyugat-vajdasági településen. Az értük érkező horvát vonatok is később jöttek. Üresen állt kora hajnalban a sídi vasútállomás. Egy lelket sem lehetett látni. Ahogy felkelt a nap, megjelentek a migránsok is. A 10 kilométerre lévő Adashevcéről 10 autóbusszal mintegy fél ezer bevándorló érkezett. A nyugat-balkáni útvonalon elterülő országok folyamatos szigorításokat vezetnek be, és csak meghatározott kritériumok szerint engedik tovább a határhoz érkező menekülteket, azokat, akik háborús övezetből érkeztek. Because the very big problem there's Taliban that is coming, that my cousin, yeah, before my father's calling, before 3 days, the Daesh coming, catch my cousin, cut the arm,
very big problem for us and the Taliban warning for us because we are working with the U.S. Army. You know, U.S. Army with NATO in the Afghanistan construction company. 5 times they are warning for us, I will kill you while you are working with the NATO. Néhány gazdasági bevándorló is tovább jut a határokon, a háborús országokból érkező migránsok közé keveredve. Problem in Algeria, not work, not money, not stand, not life. And I go to French, I try to go to French, or not Germany, French, England, for better life. I have family there, yes, for good money, for good life, for humanity, you know. In the French, they give you your, give you everything. If you have a job, you get everything. But in Algeria, nothing. Az előző napokhoz képest síden valamelyest csökkent a migráns áradat, ugyanis a kora reggeli órákban nem érkezett meg az az első horvátországi vonat, amely tovább szállítja őket, hanem csak a déli órákban érkezett ide, és erre mintegy 5-600 migráns várakozott. Kerítést kell építeni Macedónia és Bulgária Görögországgal közös határán, hogy meglássen fékezni a migráns áradatot, jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a szlovén-magyar együttes kormányülés alkalmával a szlovéniai Brdopri Krányúban. Ha nem tudjuk megvédeni az Európai Unió külső határait, akármilyen költséges és megerőltető is az, akkor magunk romboljuk le a schengeni rendszert, hangsúlyozta Orbán Viktor a belső határok nélküli uniós övezetre utalva. Miro Cerar szlovén kormányfő azt emelte ki, hogy az Európai Uniónak heteken belül közös megoldást kell találni a menekült válságra, ha el akarja kerülni az országok közötti esetleges konfliktusokat. A szlovén kormányfő azt is hozzátette, a migráns helyzet teljesen kikerül az ellenőrzés alól. Törökország vállalta, hogy mindent megtesz a menekült hullám csillapításáért, ehhez pedig megkapja az Európai Unió pénzügyi támogatását, mondta Angela Merkel német kancellár pénteken Berlinben a német-török kormánykonzultáció után. Angela Merkel a két kormány első együttes ülése után Ahmet Davutoglu török miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, az illegális migrációt csak Törökországgal együttműködve lehet visszaszorítani az Égei-tengeren. Kérdésre válaszolva elmondta, nem érzi úgy, hogy egyedül maradt a menekült válságban követett politikájában, amelynek alapjain azután sem változtat majd, amikor február 18-án mérleget vonnak az EU és Törökország közös akcióterve végrehajtásának alakulásáról. Ahmet Davutoglu hangsúlyozta, Angela Merkel és Németország nincs egyedül, Törökország a német és az uniós partnerekkel kéz a kézben törekszik a válság rendezésére. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Átadtak egy gépkocsit csütörtökön a Magyar-Kanizsai Községi Szociális Központnak. 6 mérkőzés után veretlen a Szabadkai Spartakus Jégkorongklub a Balkán Jégkorongbajnokságban. Ma Vince napja van, ez az év első boros ünnepe. A hagyomány szerint a szőlészek barátkozásának napja. Meglátogatják egymás pincéit, kóstolgatják a borokat, és megjósolják, hogy milyen termésre számíthatnak a következő évben. Vince napján a szőlészek figyelik az időjárást. Szép napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermésre lehet számítani. A hagyomány szerint, hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince. Valamennyivel talán objektívabb előre pillantás a következő évre, viszont az, hogy a szőlőkbe kimentek és néhány venyegét levágtak a szőlőből, és a venyegéket meleg helyiségen, szobába, vízbe tették, és várták, hogy hogyan is fog fejlődni, hogyan fakad ki a szőlő. Szent Vince napja ünnep a katolikus egyház szerint is. Ilyenkor sok helyen papot is hívnak. És a szőlőskert végét szentelt borral vagy szentelt vízzel öntözik, hogy jó termés legyen. Szent János napján, december 27-én szoktuk megszentelni a bort. Akkor már kész termék, és szokott már szépen csillogni is, meg szépek a borok. A színe is, íze is, illata is, minden oké. Akkor a hagyomány szerint Szent Vince napján szoktuk megszentelni a szőlőskerteket. A bánáti szőlősökben eddig nem észleltek komolyabb fagykárt. A gazdák bíznak abban, hogy az eddigieknél keményebb fagyok
akadályok már nem lesznek. Gondolom, hogy az időjárás idáig kedvezett, hát majd lássuk az elkövetkező periódusban, hogy mi lesz. Az utóbbi években jelentkezett egy új momentum, tehát a késői reggeli fagyok, azok azért lehetnek károsak, mivel akkor a szőlő már megindult lassan, majd szinte elkezd majd rügyezni. Az elmúlt évvel a bánáti borászok elégedettek. A jó évet bizonyítják a versenyeken elért első eredményeik is. A bajsai szőrészek és borászok is felelevenítették ma a régi termésjósló szokásokat, a pincelátogatás és a vincevesző hajtása is szokás volt a magyar nyelvterületen. Ha fénylik vince, megtelik a pince. Ha igaz ez a népi mondás, akkor az idén jó termésre számíthatnak a bajsai borászok. Megállapítottuk a szőlőveszőnek a minőségét. Bajsán szőlőskertről szőlőskertre járva megmetszették a szőlőt, hogy megnézzék, okozott-e károkat a télhajtásokban. A szőlőveszőig gyönyörű szőlőtermésre számíthatunk. Fagykárok nem keletkeztek, és ha ez így teleli át az időt, ahogy ez mutatkozik, akkor jövőre is egészséges szőlőveszőkre számíthatunk. Ami azt jelenti, hogy akkor jó termés is lesz, hogyha egészséges szőlőveszők kerülünk ki a télből. A lemetszett veszőket vízbe teszik, ha sok rügy hajt ki, akkor bőségesen lesz bor, ha nem, akkor szomjazás várható. A szőlőtőkére kolbászt és disznósajtot akasztanak, a tőkét borral öntözik. Azt azért akasztják rá, hogy jó hosszú fürtök legyenek a kolbásztó, a schwarzlit meg valamikor azok akasztották, hogy tehát jó telt legyen a szőlőfürtje, ami majd következik az idén, és még megszokjuk locsóni borral is, hogy ne száradjon ki a szőlő, hogy minél jobb legyen a hajtás, és minél jobb legyen a termés. 300-350 holdnyi szőlő volt Bajsán, amelyeket családi gazdaságok műveltek. A település borászai azon fáradoznak, hogy újra hagyománya legyen a szőlőtermelésnek a faluban, és kialakuljon egy bajsai borút, amely növeli a turisztikai kínálatot. Egészségünkre! Átadtak egy gépkocsit csütörtökön a Magyar Kanizsai Községi Szociális Központnak. A szerbiai munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztérium a tavalyi év végén jelentős támogatásokat juttatott a szerbiai, ezen belül a vajdasági szociális központoknak. A szerbiai munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztérium tavaly jelentős összegeket költött a községi szociális központok támogatására. Minisztériumunk 2015 végén 20 gépjárművet vásárolt a szociális központoknak, ebből 9-et Vajdaság autonóm tartomány területére, a maradék 11-et Belgrádtól délebbi területekre. Egy gépkocsi Magyar Kanizsára került. Ennek kulcsait az államtitkár csütörtök délben adta át az intézmény igazgatónőjének. A minisztériumunk az államtitkár úrnak köszönhetően is a tavaly évben, ahogy tavaly előtt is, nagy hangsúlyt fektetett a szociális központ támogatására, ugyanis eddig az autókat az önkormányzattól kaptuk csak, és most ez az első alkalom 30 éves működésünk után, amikor a központunk ilyen nagy donációban részesült. A gépkocsit a minisztérium 1 millió 500 ezer dináros támogatásából vásárolta meg a szociális központ. Az összeget különféle fejlesztésekre a minisztérium további 600 ezer dinárral bővítette meg. Tavaly szeptemberben első ízben indulhattak óvodába, iskolába azok a rokkant és fejlődési rendellenességgel élő óbecsei gyerekek, akiknek erre személyi kísérők hiány korábban nem volt lehetőségük. Csütörtökön 10 ilyen kísérővel írt alá szerződést az óbecsei önkormányzat. Az önkormányzat tavaly 3 hónapig pályázati pénzből fizette az 5 és 17 év közötti gyerekek kísérőit. Amikor decemberre elfogyott a pénz, a személyi kísérők zöme önkéntes alapon folytatta a munkát. Volt egy kisfiú, aki miatt először belépett az iskolába, elkezdett törülni, tapsolni, megveregette hátamat, hogy ez ő elégedett vele, és hogy ő ennyi gyereket még nem látott, mert viszont eddig csak anyukájába volt otthon. A személyi kísérők feladata nem azonos a pedagógiai asszisztensével. Ők ugyanis nem vesznek részt az oktatásban. A személyi kísérőknek valójában az lenne a feladata, hogy otthon elkészítik a gyereket, elkísérik az intézményben,
és az intézményben, a szünetben, nagyszünetben ott vannak, segítenek. Persze, ha szükség van intézményen belül helycserére, vagy az intézményen kívül, kísérik, és persze haza is. Az Óbecsei önkormányzat ezt a szolgáltatást az elsők között vezette be az országban. A usluga socijalne zaštite nije obavezna, dakle opštine nisu u obavezi da uvedu uslugu socijalnog uslugu ličnog pratioca, dakle to ona je fakultativna, to jest u zakonu, kako kažem, pozivaju se na zarez koji kaže, dakle to je potrebno, međutim ukoliko ima sredstava. A 10 személyi kísérő 16 gyermek mellett teljesít majd szolgálatot az iskolai végéig. 500 millió dinárba kerül a Palicsi Egyetemista Üdülőközpont kiépítése. A 2014-ben megkezdett munkálatok második fázisát júliusban fejezik be. Az építkezést ma megtekintette Szrögyen Verbics oktatási miniszter, aki elmondta, a tervek szerint itt nyári táborokat szerveznének, ahová egész Európából érkeznének fiatalok. A nagy hideg ellenére is dolgoznak a munkások. Hamarosan véget ér az építkezés második fázisa. A munkálatok menetét Szrügyen Verbics oktatási miniszter ellenőrizte. A Palicsi Természetiskola épületében valamikor menekülteket szállásoltak el. Most felújították és új objektumokat is mellé építettek. Će biti 10 smeštenih objekata i omogućava razvoj ne samo novih objekata, novih mogućnosti za visoko obrazovanje, nego razvoj našeg obrazovnog turizma. Mi želimo da ovo mesto postane centar na kome se održavaju i letnji kampovi i okupljanja mladih iz cele Evrope i zaista ovde ima kapaciteta za tako nešto. Szerbiában csak az Avalán és Zlatiboron van diáküdülő. A Palicsi azonban nem csak nálunk, de az egész Balkánon jelentős beruházás. A diákbefogadó központ 750 személy elszállásolására lesz majd alkalmas. A tervek szerint 2017-ben várják majd az első vendégeket. Imat ćemo suština i sportskih terena i amfiteatra i svih onih sadržaja učionica, internet, kabinetske nastave koja pre svega nije bila ranije, ona je urađena po svim evropskim merilima i standardima normativa međunarodnih kampusa i oporavilišta koje mogu da koriste studenti iz svih zemalja Evrope. Palics után az oktatási miniszter meglátogatta a Szabadkai Vegyészeti Technológiai Iskolát, ahol a tanulókat az oktatási rendszerrel kapcsolatos elvárásaikról és elképzeléseikről kérdezte. Híradunk végére egy érdekes hír a nagyvilágból. Betiltották a sakkozást Szaúd-Arábiában. A szaudi súra tanács szerint a szerencsejáték elterjedését eredményezi, és amúgy is fölösleges időtöltés. A főmufti közölte, túl közel áll a szerencsejátékhoz, fölösleges idő és pénzkidobás emellett ellenségeskedést szít. Majd emlékeztetett, a Korán tiltja a kábítószereket, szerencsejátékot és a bálványozást. Sok 7. századi muzulmán farokat a Síriában, hiszen a perzsa hódítások után ők exportálták Európába a sakkot. A muszlim tanítók többsége készség alapú játéknak könyvelték el a sakkot, nem szerencsejátéknak. Persze rosszalvon tekintenek arra, aki a napi 5 ima közül egyről elfeledkezik a játék hevében. Hat mérkőzés után veretlen a Szabadkai Spartakusz Jégkorong Klub a Balkáni Jégkorong Bajnokságban. Az idén alakult bajnokságban 4 ország ugyanennyi csapata vesz részt. A Spartakusz mellett a szarajevói Farkasok, a szkopjei Metalurg és a szófiai Slavia indult a versenysorozatban. A Spartakusz Jégkorong csapat az idén nem indult a szerbiai bajnokságban. Ehelyett a szabadkaiak a Balkán Jégkorong bajnokságot választották, ahol 4 ország csapatai versengenek. Balkánska Liga, vagy Balkánajskok Liga nastala na iniciativu Makedonskog Saveza, njihovog predsednika, i u ovoj sezoni 2015-2016 u Balkanskoj ligi nastupaju jedan predstavnik iz 4 države, znači to su hokej klub Vukovi iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, hokej klub Slavija iz Sofije, iz Bugarske, hokej klub Metalurg iz Skoplje, iz Makedonije i hokej klub Spartak iz Subotice. A bajnokságban a kék-fehérek kiválóan szerepelnek. 6 mérkőzés után ugyanennyi győzelemmel,
torony magasan vezetik a táblázatot. Volt egy Makedóniában is, meg Szarajevóban is volt egy torna, mind a két tornát megnyertük, mostan Szabadka, majd Bulgária. Reméljük, hogy ezeket is meg fogjuk nyerni. A Spartacus jelenleg készül a bajnokság következő verseny hétvégére, amit január 29-e és 31-e között tartanak meg a szabadkai műjégpályán. Minden este rendesen tartsuk az edzéseket, de szerintem a Spartak egyik a legjobb a Balkánligában, úgyhogy szerintem elsők leszünk a tornán. A szabadkaiak nem csak csapatban jók. A kékfehérek két csatára, Plavsic Dominik és Péter Alen vezeti a góllövő listát. A Spartacus már a következő tornán bebiztosíthatja a győzelmét, amennyiben hazai pályán mind a három mérkőzését megnyeri. Magabiztos játékkal jutott be Novák Djokovic az ausztrál nyílt teniszbajnokság 8-ad döntőjébe, miután a harmadik fordulóban 2,5 órás mérkőzésen 6-1, 7-5, 7-6 arányban legyőzte az olasz Andreas Seppit. Az első játszmában a világ első akarata érvényesült, Djokovic teljesen ráerőltette játékát az olasz teniszezőre, aki csak a második és a harmadik játszmában fejtett ki komolyabb ellenállást. A világ első Djokovic a 8-ad döntőben a francia ellen lép pályára, aki az argentin Delbonis elleni diadalmaskodott 3 sima játszmában. Djokovic és Simon eddig 10 alkalommal találkozott, ebből Simon mindössze 1 mérkőzést nyert meg. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. Ma van a Magyar Kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a himnuszt. Elfogadta a szerb kormány a Vajdasági Magyar Szövetség rendőrségi törvényre beadott módosítás indítványát. Az újvidéki razzia áldozataira emlékeztek ma. Ma Vince napja van, ez az év első boros ünnepe. Köszönöm a figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!